Száll az idő, száll felettünk, észesen vesszük, megöregettünk. A múlt időkön eleltőnyődünk, öreg embernek ugyan mit hozhat? Megszokta már a jók és a rosszat, inkább a rosszat. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1990-ben fogadta el azt a határozatot, amely alapján október 1-e az idősek világnapja. Ezen a napon olyan programokat szerveznek, rendeznek, amelyeken keresztül az időseket érintő kérdésekre, problémákra hívják fel a figyelmet. Minden generáció számára gyümölcsöző egymás kölcsönös elfogadása, megértése, hiszen harmonikusan együtt élni csak egymás segítve lehet. Egy társadalomban, egy családban az idősek tisztelete, a jó nagyszülő-szülő-gyermek kapcsolat olyan szent háromság, melynek gyümölcseit a kapcsolat minden tagja egyaránt élvezheti. Ma világszerte 180 millió olyan ember él, aki már betöltötte 65. életévét. Számuk 2050-re várhatóan 1,5 milliárd fölé nő. Így egyáltalán nem mindegy, hogy a ma 30-40 évesek milyen világot teremtenek saját időskorukra. Áldott, aki megértéssel kísér, és fogja reszkető kezünket. Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja már el a szót. Karcag városa, ahogy ez már hagyomány a településen, a Zöldfa utcai idős otthon lakóit is külön tisztelettel köszöntötte ezen a napon. Önök nevelték fel a mai generációt, adták át azt a tudást számunkra, amivel majd mi is neveljük a saját gyermekeinket, és azt a tudást, amivel, és azt az örömöt, amivel majd mi is, remélem én is most már nem soká és hamarosan majd az unokákat foghatom a kezembe, és láthatom az ő mosolyukat, mint ahogyan önök is látták a gyermekek mosolyát, az unokák mosolyát, és ahogy itt bólogatnak, azt látom, hogy talán a dédunokák mosolyát is nagyon sokan. Az időskor megélésével számtalan filozófus, költő, művész foglalkozott már. Albert Einstein szerint megőrizni az ifjúságunkat nem élettanilag nehéz, hanem lelkileg, mert elromlunk. Alkalmazkodunk a hitványhoz, a méltatlanhoz. Magunkba szívjuk a világ és a történelem minden szennyesét, és elkoszolódunk.